Megújult környezet, sporteszközöket, pingpongasztalt és padokat kapott a Győri út és az Avar út sarkán lévő tér. Kultúrált ebtartás, új internetes oldal segíti a kutyatartókat. Erősödő közösségek, új programok, egyéves lett az idősügyi tanács. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. A kultúrált ebtartáshoz nyújt hasznos információkat az az új internetes oldal, amelyet a hegyvidéki önkormányzat több civil szervezettel együttműködve készített a gazdik számára. Az új honlap az önkormányzat oldalán a Szabadidő címszó alatt érhető el. Mit tegyek, ha elveszett a kutyám? Mikor rendel az állatorvos? Egyebek mellett ezeket az információkat találhatják meg mindazok a kutyatartók, akik felkeresik a hegyvidéki önkormányzat új oldalát. A kutyával a hegyvidéken című honlap minden információt összegyűjtött, ami szükséges a kulturált városi ebtartáshoz. Például azt is, hogy hol található a mintegy 12 kutyafuttató a kerületben. Rengeteg konfliktus lehetőség van azért a kutyatartásban, aminek a nagy része információ hiányból is fakad. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy a hegyvidéki önkormányzat honlapján van egy külön oldal kutyával a hegyvidéken, amelyik hát ezeket az információkat adja. Hol találjuk a kerületben az állatorvosokat? Hol van a legközelebb hozzánk kutyapiszokgyűjtő edény? Most már azt hiszem 200-nál jár az új edények száma. Egy nagyon jó kampányunk volt ezzel kapcsolatban. És hát rengeteg olyan információ, tanács, ami egy kutyatartó számára fontos lehet. A családi kutyatartás etikai kódexe, a városi kutyatartás szabályai. Polgármesterként rengeteg olyan üggyel, konfliktussal találkozom, ami mélyítette a tájékozottságomat. Tehát az erdészekkel, a vadászokkal való kapcsolattartás az eddig nem tartozott a ismereteim közé, most már igen. Tehát ez egy fontos dolog. Van személyes érintettség is, van egy kokkespánielünk, illetve egy Lagotto Romagnolo nevű kutyánk, ami leginkább egy pumira hasonlít, tehát nem kell semmi luxusra gondolni. Én sétáltatom őket minden reggel, esténként pedig a gyerekekkel kell küzdeni, hogy éppen ki a soros. A polgármester elmondta azt is, hogy nem csak hasznos ez az oldal, hanem szükséges is, hiszen állandóan visszatérő probléma itt a hegyvidéken például az is, hogy milyen módon, mikor és hol lehet kutyával kirándulni az erdős részeken. A Pilisi parkerdő melléklete ebben nyújt segítséget. Talán ebben az évben tavasszal volt, szerencsére nem a kerület területén, de hozzánk nagyon közel, hogy a vadászok egy póráz nélkül a erdőben sétáltatott kutyát feltehetően lelőttek, és a kutya eltűnt, egy border collie-ról van szó. Elég nagy visszhangot vert föl az ügy, az interneten sokat vitatkoztak róla. Mi is leültünk, és az erdészekkel, a Pilisi parkerdővel közösen egy csomó olyan információt osztunk meg ezen az oldalon, amit érdemes tudni, vagy kell tudni ahhoz, hogy az erdőben mik a kutya a sétáltatás szabályai. Ugye a vaddisznó, ez egy külön probléma itt a hegyvidéken, mondta egyszer egy pesti oldalról egy polgármester, hogy irítem a problémájukat, de ez azért probléma nálunk, hogy rengeteg vaddisznő húzódik be a lakott területekre, ezekbe a parkerdős részekbe, és a kutya, hát rém kedvesen jön-megy, aztán amikor találkozik egy 200 kilós vaddisznóval, akkor rémülten fut hozzánk és bújik a lábunk mögé, ami azért nekünk is kellemetlen perceket okozhat. A kutyával a hegyvidéken című oldal néhány kattintással elérhető a hegyvidék.hu oldalon a Szabadidő címszó alatt. Több mint 1 kilogramm kokaint próbált a testében Magyarországra csempészni egy nigériai férfi a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A drogfutár Eindhovenből érkezett Budapestre. A pénzügyőrök átvizsgálták a ruházatát és a poggyászát is, de nem találtak nála semmit. A férfi az ellenőrzés közben azonban feszülten viselkedett, ezért CT vizsgálatra kórházba szállították. Így találták meg a 101 kapszulát és az azokban lévő mintegy 1,2 kilogramnyi kokaint. A kábítószer fekete piaci értéke 18 millió forint.
Szeptemberben 0,5%-kal csökkentek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, míg egy hónap alatt átlagosan 0,2%-kal mérséklődtek, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb mértékben a háztartási energiaárak csökkentek, de kevesebbet kell fizetni az élelmiszerekért és a ruházati cikkekért is. Elemzők szerint az 1960-as évek óta nem volt hasonló árcsökkenés. Több információhoz jutnak az idősek, erősödtek a közösségek, és elindult a Szépkorúakért a Hegyvidéken program. Röviden ezek az egy éve működő Hegyvidéki Idősügyi Tanács munkájának eredményei. A szervezet ünnepi ülésén elhangzott, a legfontosabb cél továbbra is az aktív idősödés segítése. Az idősebb generáció ebben a kerületben is, mint az ország más pontján is, nagyon erősen növekszik. Éppen ezért az idősek ellátása és segítése különösen fontos, mondta Kovács Lajos alpolgármester az idősügyi tanács ünnepi ülésén. A szervezet egy éve alakult meg, az önkormányzat, a kerületi gondozási központok, valamint az egyházak képviselőinek részvételével. A tanács egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a szépkorúakat érintő programok létrehozását. Ezek révén könnyebben érhető el az aktív idősödés. A mi idősügyi stratégiánknak az alapcélja az az volt, hogy találkozzunk idősekkel, illetve megismerjük a helyi időseknek azon szükségleteit, amelyek esetleg még nincsenek kielégítve. Fura lehet az, hogy én szociális intézményvezetőként egy ilyenben nagyon hatékonyan részt vettem, de azt gondolom, hogy pontosan arról szólna az idősügyi stratégia, hogy létezik ennek egy olyan része, ahol az államnak kötelező feladatként el kell látni a rászoruló időseket, de kell, hogy legyen egy olyan eleme ennek a stratégiának, amely azon időseknek szolgáltat aktivitási lehetőséget, akik még nem szorulnak, vagy talán sohasem fognak szorulni szociális ellátásra. Az elmúlt hónapokban nem csak egészségprogramokkal, vagy a nyaralások és számítógépes képzések támogatásával segítették az időseket, de az önkormányzat elindította a biztonságos otthon programot is, így a szociálisan rászorulók kedvezményese juthatnak hozzá a bejárati ajtókra szerelhető hevederzárakhoz. Az eredmények között szerepel az idősek tájékoztatására létrehozott információs pont, valamint a Szépkorúakért a Hegyvidéken program elindítása is. Utóbbi fontos eleme egy az országban egyedülálló, időseket segítő önkéntes hálózat kiépítése. Ennek révén még több szépkorú támogatható a mindennapokban. Olyan civil embereket szeretnénk bevonni, akik az önkéntes munkájukkal tudják segíteni olyan feladatokban az önkormányzatot, amely nem biztos, hogy szükséges, hogy egy gondozás központ kereteiben valósulja meg. Gondolok, itt legyen ez bevásárlás, kutyasétáltatás, egy könyvnek az elvitele, a tüzelőnek az intézése, és sorolhatnám, hiszen az élet ezer dolgot hoz, amely megoldásra vár. Az önkéntesek első csoportjának szakmai képzése nemrég fejeződött be. Következő év elején bizonyosan elindul egy újabb turnus, és mi szeretnénk folyamatosan fejleszteni egészen addig, amíg ki nem alakul egy olyan törzs csapat, akikre már építve tovább tudjuk adni akár magát a képzést is, és nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell, hogy itt az élen legyen, hanem át tudjuk adni akár egy civil szerveződésnek is ezt a munkát. Kovács Lajos hozzátette, továbbra is várják az idősügyi tanács javaslatait a régi és az új programok megvalósításához. Sporteszközöket, pingpongasztalt, új padokat helyeztek ki a Győri út és az Avar utca találkozásánál lévő kis térre. A teret lakossági kérésre újították fel, így a fiatalok, középkorúak kedvelt kikapcsolódási helyszíne lett. Úgy néz ki ez a sarok, ahogyan egy kisvárosban vagy egy városban egy kis terecskének ki kell nézni. A Győri út Avar út találkozásánál lévő kis téren korábban nem volt semmi. Most azonban megújult a zöld felület, új padok, kültéri sporteszközök és egy pingpongasztal került kihelyezésre. Sok bejelentés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy valamit tegyünk, újítsuk föl ezt a kis helyet, és adta magát ez a kis tér, hogy itt kialakítsunk egy idősek és fiatalok számára egyaránt használható, élhető kis sarkot. Így aztán először a nyár folyamán ide padok kerültek ki, illetve kikerült a pingpongasztal, amelyet sokan használnak. Gyakran szoktam erre járni, és eddig szinte mindig láttam itt délutánonként, hétvégeken embereket, fiatalokat, akár középkorúakat is pingpongozni. A két sporteszköz egyikével a felsőtest izomzatát lehet fejleszteni, a másik a lábizmokat mozgatja meg.
A kültéri fitnessgépeket 12 éven felülieknek ajánlják, és mindenki saját felelősségre használhatja. Javasolta megfelelő bemelegítés a sportolás előtt. Évekkel ezelőtt a hegyvidéken én javasoltam először azt, hogy különböző jó külföldi és vidéki példákat követve tegyünk ki a közterületekre különböző edzőgépeket, mert ezek nagyon alkalmasak arra, hogy szintén idősek, fiatalok, akár a gyerekeiket, játszótérre vívő anyukák egy kicsit tudjanak edzeni. Azóta kikerültek már a Városmajorba, egyéb helyekre ilyen edzőgépek, és fontosnak tartottam azt, hogy erre a kis térre is kikerüljön két gép. A polgármester elmondta, fontos, hogy ne csak a kicsiknek, hanem a kamaszoknak, fiataloknak is legyen olyan terük, ahol tartalmasan sportolással töltetik el idejüket. Ez a kis tér pont egy ilyen hely. Ez inkább a nagykamaszoknak, felnőtteknek való, hogy leüljenek, összeüljenek, beszélgessenek. Örülünk, hogy ezt itt sikerült megvalósítani, és keressük az ehhez hasonló sarkokat, tehát buzdítanék, bátorítanék mindenkit, hogy akinek van ötlete a lakóhelyéhez közel, lát egy ilyen elhanyagolt, kisebb, szabad területet, akkor azt jelezze nekünk, akár az önkormányzati képviselőnek, akár a polgármesteri hivatalnak, hogy itt is érdemes lenne egy ehhez hasonló felújítást csinálni. Pokorni Zoltán és Fonti Krisztina külön jelezte, hogy a pingpongozáshoz ütőket és labdákat is biztosít a jövő héttől az önkormányzat. A sporteszközöket a téren található étterem személyzetétől lehet majd kölcsönkérni a vendéglátóhely nyitvatartási ideje alatt. A Magyar Festészet napja alkalmából Olajos György Munkácsi díjas képzőművész festményeiből nyílt kiállítás a Hegyvidék galériában. A képek első látása nonfiguratív, egymásba kapcsolódó vonalak hálózatának tűnnek, jobban megnézve azonban egy-egy alakot is vélünk felfedezni az alkotásokban. Színminták címmel nyílt meg Olajos György Munkácsi díjas képzőművész kiállítása a Hegyvidék galériában a Magyar Festészet napja alkalmából. A képek első ránézése egyszerű vonalak hálózatának tűnnek, jobban megnézve azonban bonyolult, koncentrált, szabályos formákról van szó. Mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy ezek nem igazi festmények, hanem ezek ornamentikák, ezek ilyen díszítő festmények és díszítő rajzok, és azt hiszem, hogy ezzel már egy kicsit közelebb vagyok az igazsághoz, annál is inkább, mert Olajos György már igazán régen résztvevője, sőt az egyik feltalálója annak az irányzatnak és mozgalomnak Magyarországon, amelynek az a neve, hogy ornametria. Tehát azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy ez egyszerűen egy szójáték, de itt már valami komolyabb dologról van szó, hogy tudnillik az ornametria, a mi elképzelésünk szerint annak mindig a felület kitöltéssel van dolga. Szóval ez már nagyon-nagyon messze van attól a felfogástól, hogy van kompozíció, van nonfiguratívitás, de az azért ott a figurák vannak, meg fönt van, meg lent van, meg ilyesmi, hanem ez kicsit hasonlít a szőnyegre. Tehát ez már közelebb van a textilhez, a szőnyeghez, vagy a nyomott textilhez, ilyesmihez, de rögtön látjuk, hogy sokkal, de sokkal több annál. A művész arszpoetikájában a színek szeretetét emeli ki, amellyel a világot, a természetet lehet megmutatni, kifejezni. A 12 alapszín az egészet mutatja meg. Mindenképpen azt mondom, hogy figuratív alkotás, akkor elsősorban, ha valaki csak így hallja és nem látja a képeket, akkor arra gondolom, amik az ilyen, hát milyen realisztikus módon megjelenített alakok. Ezek figurák, de igazából a legegyszerűbb megközelítés talán, hogy ilyen kétdimenziós síkra kivetítve, és itt ezek a színes képek azért most ezek nekem az utóbbi hónapban készültek, ugye festészet napjára, még eredetileg a Varrabás villába indult volna, egy gyerekkoromban itt nőttem fel a Városmajorba, és mindig itt mentem egy gyerekkoromban előtte, akkor nem tudtam, hogy az micsoda, még benőtte a bozót. Olajos György Színminták című kiállítása október 30-áig látogatható a Hegyvidék galériában, a Városmajor utca 16-ban.
A Budapest maraton miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani szombaton, több járat menetrendje is módosul a fővárosban. A 19-es és a 41-es villamos rövidebb útvonalon a Clark Ádám térig közlekedik, a 26-os busz 4:12 és 3:44 között nem, a 9-es és a 16-os busz délelőtt pedig a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik. A 86-os buszok a Vérmező felé terelve járnak kora délután. A 105-ös 10:30 és 16:30 között a Gyöngyösi utca és a Mexikói út, valamint az Apor Vilmos tér és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A BKK arra hívta fel az autósok figyelmét, hogy inkább a közösségi közlekedést válasszák, mert a belvárost megközelíteni, illetve ott megállni szinte lehetetlen lesz. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!